Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Természetesen itt elsősorban szerelmi témákról van szó, de kiegészítheted ezt más személlyel is, mint például mit gondol a főnököd, hogyan érzi magát az anyukád, mit tesz a barátnőd, tehát tulajdonképpen más személyre is gondolhatsz. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a nyilvánosság, és ha a nyilvánosság megjelenik, az jelenti az elismeréseket is. Ez a személy, akire most gondol, szeretne valamit előre mozdítani. Itt lesz mozgás. Az is lehet, hogy megvan ez a terv, hogy fellépjen a nyilvánosságon, hogy legyen mozgás, legyenek kapcsolatok, hogy mások észrevegyék őt. Ez a mozgás, ez lehet egy irány, hogy találkozni akar veled a nyilvánosságon, sőt, az is lehet, hogy úgy tesz, mintha ez véletlen lenne ez a találkozás. Amit a mozgás még jelent, autóvásárlása, vagy eladása, vagy sport, vagy változások, vagy utazások, és mindez hamarosan a nyilvánosságra kerül. A második kérdés, hogyan érzi magát? Hát van egy szűkös helyzet, erre utal a torony, és itt anyagiakról, értékekről van szó. Lehet, hogy úgy érzi, hogy nem kapja meg a megbecsülést, ezért szeretné előre vinni a dolgokat a nyilvánosságon, hiszen fontos számára, hogy mások észrevegyék őt. A halak nem csak a belső értékeket jelentik, és ez a torony nem csak a korlátozásokat, hanem ez lehet egy pénzügyi téma, és ez a torony egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Például adóhivatal, vagy bank, vagy örökösödés. Az a lényeg, hogy itt lássuk azt, hogy itt pénzről van szó. Persze az is lehet, hogy szeretne autót vásárolni, de itt vannak korlátozások az anyagiakat illetően. Mit tesz irányodba? A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. A koporsó az lehet egy régi téma is, vagy egy kapcsolat a múltból, hogy visszatér hozzád, itt ez az irány, mert látni akar téged valamit. A koporsó le tud zárni bizonyos helyzetet, vagy kapcsolatokat, és nyíltan, őszintén fog arról beszélni, hogy mit zárt le. Például ezeket a korlátozásokat. A koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, a torony egy bírósági ügyet, és itt pénzről van szó. Erről is nyíltan fog beszélni. Mi fűz össze benneteket? A korbács az fáj. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból, vagy voltak viták, veszekedések a múltban, amit ő szeretne tisztázni veled, hiszen ezeket a témákat le akarja zárni. De jelenleg ennél a találkozásnál még ez a vita
ez a félreértés vagy a fájdalmas emlékek állnak a középpontban. Az is lehet, hogy te akarod mindezeket tisztázni vele. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!